Szeretettel köszöntök mindenkit. Engem Olti Ferencnek hívnak, a Zsidó Kiválóságok Háza intézményt működtető és tartalommal megtöltő alapítvány kuratóriumának vagyok az elnöke. Mivel ennek a programnak a címe ugye Tudolvasmányok, ez egy könyvklub, ami alapvetően könyvről, könyvekről szól, tehát nem a szereplő személy, a főszereplő, mint például egy hasonló sorozatunkban a Velünk élő kiválóságok címet viselőben. Mellettem látható Pázmány József barátom, aki ennek a könyvklubnak az ötletgazdája, abban a helyzetben van, hogy ugye ő válogatja ki a megbeszélésre és bemutatásra szánt könyveket. Ezért aztán ő a mai napra kiválasztott könyvet nagyon jól ismeri. Úgyhogy ő most kettős szereposztásban van itt velünk, úgyis, mint a Tudolvasmányok könyvklubnak a gazdája, és úgyis, mint az általa kiválasztott könyvnek a Kéki Béla által írt az Írás története című könyvnek a bemutatója, mert hogy ő ugye ezt alaposan megismerte ezt a könyvet, mielőtt kiválasztotta ennek a rendezvénynek a következő elemének. Úgyhogy én akkor nem is szaporítom a szót, átadnám Pázmány Józsefnek, aki egy Balatonfüreden élő, sok generációt a családja Balatonfüreden élő család. Ő maga mérnökember, de rendkívül intenzív, humán érdeklődéssel is, úgyhogy ő neki az egyik hobbi a könyvek. Úgyhogy Jóska, tiéd a szó. Annyit még mondanék a bekapcsolódott kedves hallgatóknak, nézőknek, hogy itt a képernyőjük alján van néhány gomb, a chat gomb és a Q&A gomb. Azt javaslom, hogy a chat gombot használják, hogyha kérdéseket akarnak menet közben vagy a vége felé feltenni, arra megpróbál a Jóska válaszolni, és ez a kapcsolattartás lehetséges módja. Tehát akkor mindenkit üdvözlök még egyszer. Jóska, tiéd a szó. Köszönöm szépen a kedves felvezető szavakat. És akkor szeretettel köszöntök minden résztvevőt itt ebbe a könyvklubba, amiről még annyit kell tudni, hogy ez semmiféle formális dolgot nem jelent, ide bejelentkezik, akit éppen az adott téma érdekel, és ez egy teljesen nyitott és laza történet, ez a könyvklub. Tehát ez egy, nem egy zárt klub, ennek nincs tagsága, nincs semmilyen dolga. Amikor kiválasztunk egy könyvet, akkor nem éppen az számít, hogy most ez mikor jelent meg, mennyire friss, vagy, de hanem hogy mennyire érdekes, esetleg van-e aktualitása, érdekes aktualitása, vagy egyáltalán például bennem rezonált-e ez a könyv valamit, ébresztette gondolatokat, vagy valakiben, és akkor ő mutatja be. Na most hát én megpróbálom azokat a gondolatokat itt összeszedni, amit ez a könyv bennem ébresztett, nagyjából a könyv tartalma mentén, de nem a könyvet leckeszerűen végigvéve, hogy innen-onnan. Na, néhány szót a szerzőről. Kéki Béla 1917-ben született, és 93-ban hunyt el.
gyakorlatilag a múlt századot nagyjából átélte. Annak minden örömével, bánatával, gondjával, mindenével. Újságíró volt, írással, prózával is próbálkozott, de végül is könyvtáros lett, könyvtárosként élte az érett felnőtt életét, és közben a könyv és az írás kutatásával, oktatásával foglalkozott. A könyve az egy nagyon kedves könyv, mert az a címe, hogy az írás története, és borítólappal, és zárólappal, és tartalomjegyzékkel, és irodalomjegyzékkel, mindennel együtt összesen 175 oldal, és kis formátumú. Ilyen kicsi. Nem tudom ezt, hogy látni. Könnyű elolvasni. Rövid. Gyorsan el lehet olvasni. Elég olvasmányos. És akkor döbben rá az ember, hogy hoppa, ebbe nem 175 oldalnyi, hanem egy könyvtárnyi információ van, vagy egy könyvtárnyi információra nyit ablakot ez a könyv. És akkor ha az a címe, hogy a kezdetektől, a nyomda betűig, akkor mi az, hogy kezdet? Honnan tudjuk, hogy hol a kezdet? Ebben, amikor valami kezdődik, akkor azt éppen nem tudja, hogy az most éppen a kezdet. Meg kéne keresnünk azt, hogy mihez viszonyítjuk a kezdetet ebbe a könyvbe. Mi a helyzet most? Mit látunk, vagy nem látunk? Nem látunk ki a saját világunkból, ami ez az európai, földközi tenger melléki, kis-ázsiai világ. Ebből nem nagyon látunk ki. Mi latin betűket látunk magunk előtt, meg azt használjuk, arab számokat használunk, és persze tudjuk, hogy van kínai írás, ilyen írás, olyan írás, mindenféle japán írás, vannak ciril betűk, az én korosztályom még tanult ciril betűkkel írni. De mi ebbe a világba élünk. Ebbe a világba élünk, és tulajdonképpen a latin betű és az arab számok. Hogy jutottunk ide? Mi volt tulajdonképpen a kezdet? Egyáltalán mi az írás? Nézzük azt, hogy mi az írás, és akkor próbáljuk ahhoz viszonyítani a kezdetet. De kiírtam magamnak a könyvből egy definíciót. Ezt érdemes figyelmesen elolvasni, ezt a definíciót. Mi az írás? Nyelvileg kifejezett gondolatok maradandó rögzítésére szolgáló kisebb-nagyobb emberi közösségektől elfogadott egyezményes grafikai jelek rendszere. Bonyolult a mondat, de tulajdonképpen definiál valami olyasmit, amit akkor értünk meg, hogyha végigveszünk tényleg a kezdetektől, hogy hogy jutottunk el oda, hogy most betűket tudunk írni. Régen a kezdeteknél voltak gondolatok, hangok, és nagyon hamar megjelent az, hogy tulajdon. Ez a kecske az enyém. Ez a fa az enyém. Én ülök alatta, amikor árnyék van ott. Hangok. Milyen hangok lehettek? Ki tudja. Félelmet kifejező, veszélyt kifejező, a segélykérőt kifejező. Tehát ilyen hangok lehettek. Egy nagyon nagy ugrás az, amikor ezek a hangok gondolatokat fejeznek ki.
esetleg tulajdonviszonyt fejeznek ki. Ez egy nagy ugrás. És az emberiségnek talán az egyik legnagyobb ugrása, hogy ezeket a hangokat, ezeket a gondolatokat külső memóriahordozóra teszi. Egy kőtáblára rávési, rárajzolja valamivel, ami a keze ügyébe akad. Egy fadarabra felvési. Egy agyaktáblára. Valamilyen jelet. És az valamit jelent, és az a kis csoport megegyezik valahogy abban, hogy mit jelent ez a jel, mit jelent az a jel. Ilyen jeleket ma is használunk. Hihetetlen, de ma is használunk. Tessék csak a kresztáblákra gondolni. Képírás jelek gyűjteménye. Az egyik talán legelső jel a billog. Névre ismert, tulajdonjogot megjelölő jel. Ezt rábélyegezték a háziasított állatokra. Ez sok szempontból azért volt jó, mert a tulajdonost és az állatot összekötötte, ha másra bízták az állat őrzését, ő könnyebben tudott elszámolni, pláne, hogyha volt neki egy rovás pálcája, és annyi rovást húztak a pálcára, ahány állatot rábíztak. És amikor elszámolt, akkor annyi állat volt, ahány rovás volt. A rovás pálcának a... ma is él, velünk él a közmondásainkban. Valószínű adóságot is fel lehetett írni a rovás pálcára. Innen van az a mondás, hogy sok van valakinek a rovásán. Hírnök bot. Az is egy ilyen jel volt. Azt arra használták, hogy igazolja a hírnököt, hogy a valódi forrástól jön, a hír valódi forrásától jön, és esetleg néhány jel elhelyezésével emlékeztette a hírnököt a hír fontos tartalmára. Na most, hogy jutunk el ezektől a jelektől a képírásig, és a képírástól a betűkig? Ez egy hosszú út, ez 1000 évekbe tellett. Képírás, ugye, ha ilyen félig tudományos könyvbe írnak róla, akkor azt rögtön elnevezi piktográfiának, mert így biztos jobban hangzik. Mit jelent a képírás? Általában valamilyen tárgynak az egyszerűsített ábrázolását. És akkor tudjuk, hogy kecskéről van szó, székről van szó, valamilyen fegyverről van szó, tehát a tárgynak valamilyen megjelenési formáját. Akkor van a fogalomírás, ez már bonyolult, mert ez meg kell, hogy jelenjen a fogalom maga. Tehát meg kell, hogy jelenjen az igény, hogy le kell írni a fogalmat. Ezt ideográfiának szokták hívni, ez tulajdonképpen szimbólumokat jelent. Valamilyen gondolatnak, valamilyen fogalomnak kreálnak egy szimbólumot. Akkor jön a következő intellektuális lépés, az, hogy szó és szótagírás. Tehát amikor egy komplett szónak van valamilyen jelentése, és ahhoz a jelentéshez valamit, valamilyen jelet, valamilyen grafikus jelet hozzárendelünk. Aztán szótagírás, amikor eljut a tudás arra a szintre, hogy meg tudja különböztetni, hogy egy szó darabokból áll, még az egyes hangokig nem jut el, csak hogy darabokból, akkor a szó tagoknak ad valamilyen jelet. Ha jól tudom, a mai kínai írásban is nagyon sok szótag jel szerepel.
még ma is. Amikor a tudati fejlődés eljut odáig, hogy meg tudja különböztetni, fel tudja bontani a szót hangokra, nagyon kicsi információs egységre, amit hangoknak lehet nevezni, és meg tudja ezeket a hangokat számolni, és ezekhez a hangokhoz ad valamilyen jelet. Valamilyen geometriai jelet. Tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy mit, az egy embercsoportnak a közös szellemi terméke, és megegyeznek abba, hogy ezt a hangot ez a jel jelöli, azt a hangot amaz a jel jelöli, és ők így tudják a hangokkal a szavakat rögzíteni. Mire ide eljut az ember az első jelektől odáig, hogy betűt tud alkotni, ez most lehet itt dobálozni számokkal, egyik könyvben ennyit olvas az ember, a másik könyvben annyit, szóval ilyen 4-5 ezer év telik el ez alatt, az idő alatt. Szinte hihetetlen. És aztán, amikor megjelenik a betű, akkor mintha meggyorsulna az idő. Akkor maradjunk abban, hogy megjelent a betű, tehát már van betű, a kultúrtörténet idáig eljutott. És akkor van a külső memória, ahova ezt kitesszük, ezeket a betűket valahova le kell írni, azaz ki kell tenni, és itt örömmel felsikolt az ember, hogy hurrá, itt van az anyagtudomány. Megszületett az anyagtudomány, hova tegyük ezeket a jeleket, mire? Agyaktáblára, szuper. Kőre. Nedves agyaktáblára. Itt van az anyagtudomány a nyakunkon, mert valamire írunk. Valamire betűket írunk, nedves agyaktáblára, erre rá lehet vésni, erre karcolni lehet, és ez az anyag, amire írunk, ez egyben egy picit meghatározza azt is, hogy milyen formákat tudunk írni. Ugye bármire, bármilyen formát nem tudunk tenni, ahhoz kell egy eszköz, amivel rá tudjuk karcolni, vésni, faragni, kell egy amire, és ki kell találni azt a geometriai formát, amit rá akarunk tenni, és ennek összhangba kell lenni, hogy jó legyen, és később elolvasható legyen, és viszonylag gyorsan lehessen ezeket elkészíteni. Hogy a kőtáblába vésni lehet. Akkor jön egy másik anyag, sorozat, amire írni lehet, ez például legelsősorban az állati bőr. Ugye az rendelkezésre állt, nem korlátlan mennyiségbe, de rendelkezésre állt. Különböző kikészítési módok után állati bőrre írtak. Aztán a fa az nagy mennyiségbe rendelkezésre áll, vésni lehetett rá, egy nagyon kellemesen, jól dolgozható anyag volt, de nem volt tartós. És hát ha már leírták, akkor szerették volna az emberek, hogy ez tartós legyen, sokáig megmaradjon. Aztán írtak papíruszra, mindenféle növényi háncsokra, azokból vasalt, simítgatott lapocskákra, és mindenre, amire írni lehetett. A agyaktáblák ebbe a dél-kelet-európai térségben rendkívül elterjedtek voltak, egyszerűen azért, mert faraghatók viszonylag kevés volt, állati bőr kevés volt, növény nem igazán állt rendelkezésre, agyag viszont rengeteg volt. Tehát ezért ez kialakult. Az agyaktáblához kapcsolódik egy nagyon érdekes eszköz,
amivel az agyaktáblára lehetett tulajdonképpen írni. Ez a pecséthenger. És mi a pecséthenger? Ez egy néhány centiméteres kis hengerke, és erre egy-egy betűnek a formáját rávésték. Utána ezt a hengert végig lehetett gördíteni az agyaktáblán, nem az agyaktábla hosszán, hanem csak a hengeren egy félfordulat, vagy egész fordulat, nem ahogy rá volt ez vésve, és akkor az a jel benne volt az agyaktáblában. Ráadásul pozitívan, mert ugye a pecsét hengerre vésték, tehát az negatív volt, besüllyedt, ezt rátették egy puha agyaktáblára, akkor az agyaktáblán egy kiemelkedő jel maradt meg. Ha megengednek egy logikai bakugrást, ez már majdnem nyomda. Ez már majdnem nyomda. Csak még betűnként, egyenként megy. Rengeteg hasonló jelenség van a történelemben, hogy hát már majdnem feltalálták. Tehát majdnem feltalálták a nyomdát, 2-3-4 ezer évvel ezelőtt, de mégse. 5000 évvel ezelőtt voltak függőleges tengelyű szélmalmok a mai Szíria területén. De nem voltak hozzá jó szerkezeti anyagok, nem tudták se szivattyúzásra használni, se semmi másra, csak gabonaőrlésre. Ismerték a gőz energiáját, de nem tudták feltalálni a gőzgépet, mert nem volt hozzá szerkezeti anyag. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy az írás és a szerkezeti anyag, amire írunk, az egymással folyamatosan kölcsönhatásban van a mai napig. Na most a könyv az alapvetően nagyon részletesen és igen precízen végig rendszerezi az egyes írások jeleit, azok jellemzőit, azok kialakulásának idejét és ilyen dolgokat. Én ezt nagy eleganciával átugrom, ez a könyvben benne van, meg más helyeken is meg lehet egyenként találni őket, és az így kifeszítene minden időkeretet, hogyha ezen így sorba végig mennénk. A sorok között végig ott megbújik egy gondolat, ami arról szól, hogy az írás alakulása állandó kölcsönhatásban van a műveltséggel, a technológiával és a társadalommal. Ez mindig oda-vissza egymásra hatnak. Egymásra hatnak. A kialakuló társadalmi és birodalmi viszonyok, azok földrajzi határok körül alakulnak ki, de ezeket a földrajzi határokat kőkeményen, talán még sokkal keményebben, mint egy hegyvonulat vagy egy folyó, körbezárja az írás. Az írásbeliség. Tehát egy kultúrkörnek a határát, azt az írás határozza meg. Alapvetően az írás. Mert azt az írást, azt csak az a kultúrkör ismeri. Ő tudja megfejteni. Nagyon szorosan összefüggenek. Na most a földrajzi határon, és így kultúrkör határon belül még az írásnak és a betűnek van egy nagyon-nagyon fontos, vagy nagyon lényeges társadalmi vetülete, az, hogy az írás a társadalomban vertikális osztódást is okoz jelen. Vannak az írástudók, és vannak az írást nem tudók.
És az írás tudók, azok a hatalom birtokosai, azok a hatalomhoz közelebb kerülnek, mint a nem írás tudók. Ez csak egy kitérő, hogy ma űrállomás kering a Föld körül, sugárhajtású repülőkön utazunk, már-már majdnem önvezető autókat használunk, és még mindig nagyon sok ember van, aki se latin betűvel, se cirillel, se semmilyen betűvel nem tud írni, nem tud olvasni. Ilyen a világunk. Na most még a könyv szintén részletesen végigmegy az egyes birodalmak írásán, az egyes birodalmak kialakulásán és a hozzátartozó írásmódok kialakulásán. Így az arab, az indián, a kínai, a japán, a húsvét szigeteki és hasonló végtelenség lehetne sorolni azokat a térben és időben megjelenő kisebb-nagyobb birodalmakat, amelyeknek saját írásuk volt. Na most, ha egy kicsit visszalépünk oda, hogy mi hogy látjuk a világot, tehát ez a európai és közel-keleti kultúrák és népek hogy látják a világot, ezt ugye 7. század környékén érdemes egy kicsit elidőzni vele. Itt kialakult egy egységes nézet, hogy a keresztény liturgiát csak héber, görög és latin nyelven lehet gyakorolni, lehet végezni. Ezt triglossia elvnek ismerték, vagy nevezték, és ez egy megállapodás volt tulajdonképpen a nagy vallások között. A nyugatiak, tehát a római kereszténység, az minden erővel a latin nyelvet, a latin betűt erőltette. Azt nem mondom, hogy erőszakolta, de erőltette. A görögkeletiek és a szlávok, azok ennek ellenálltak, próbáltak ellenállni, ellenszegültek, jobban, kevésbé jobban, és akkor itt jön egy nagyon érdekes történet, ami megint a betűk változását és kialakulását befolyásolja. Ugye, itt egy hatalmi harcot lehet érzékelni, és ezt a hatalmi harcot, ezt befolyásolja az írás, alakja, módja és megjelenése, vagy a hatalmi harc befolyásolja az írást, ezt nem tudom én eldönteni. És itt jön a képbe például harmadik Mihály császár Morva uralkodó, aki a német papság ellensúlyozására, akik ugye a latin betűt, a latin írást tolták, amennyire csak lehet, ő püspököket és tanítókat kért Bizáncból. Bizáncból nézve, ezt Morva missziónak, Morva projektnek nevezhették el, és vezetője két férfi lett, Metód és az öccse Konstantin. Ők Tesszalonikiből származnak. És amikor ők ezt a missziót elvállalták, akkor az volt az első, hogy szláv nyelvű könyvek nélkül, szlávoknak írt könyvek nélkül nem érdemes elmenni, mert ha ez nincs, akkor olyan, mintha a vízre írnának.
Tehát kellett nekik könyveket szláv nyelvre fordítani, ez az óbolgár volt, és ehhez a görög és latin és héber szövegekből olyan betűket kellett alkotniuk, ami a szláv nyelvhez passzolt, a szláv hangokat le tudta képezni, és le tudták fordítani egy ószláv nyelvre ezeket a szent szövegeket. Így alakult ki a glagolita írás. Ez nagyon fontos, itt ebbe a kultúrkörbe a glagolita írás az egy nagyon fontos írás. Ebben megjelentek glagolita írásban és óbolgár nyelven biblia részletek, szentírás részletek, ószövetségi és újszövetségi részletek. A pápa, az akkori pápa nem nézte túl jó szemmel Morvaországnak azt a törekvését, és akkor úgy döntöttek, hogy hát a két projektvezető zarándokoljon el Rómába, és próbálja meg engesztelni, vagy meggyőzni a pápát, hogy hagyja már őket békén, hagy legyen szláv nyelven, és ezen a glagolita betűkkel írt szertartásuk. Ők el is mentek, a pápa jól fogadta ezt az egész történetet, tehát nem utasította el, de Konstantin Rómában megbetegszik, halála előtt belép egy szerzetes rendbe, és ott fölveszi a Cyril nevet. Nem fontos. Fölveszi a Cyril nevet. És akkor őt Cyrilnek hívják. Cyril néven hal meg Rómában. Aztán telik múlik az idő, tanítványuk, és egy Klimet nevű úr 1886 környékén megalkotott egy betűkészletet, bolgár betűkészletet, Simeon cár számára, ami az ógörög betűkészletből, a glagolita betűkészletből és sumér ékírásos betűkészletből összefabrikált, könnyen írható, egyszerű betűkészlet lett. És ezt a betűkészletet Cyril, azaz Konstantin tiszteletére Cyril betűkészletnek nevezték el. Tehát nem Cyril csinálta, szerkesztette a Cyril betűket, csak róla van elnevezve. Engem meglepett, amikor olvastam a könyve, aztán több helyen megpróbáltam utána nézni, hogy ez tényleg így van-e. Úgy tűnik, hogy tényleg így van. Idővel hogy állunk? Amíg jól. Még tökéletesen jól állunk. Még 10 perced van, Jóska, a kérdések jó előtt. Jó, akkor megyünk tovább. Vissza az anyagtudományhoz. Ja, bocs, nem, képernyőből nem megyek ki, csak olyan jól esik így ráborulni az asztalra. Vissza az anyagtudományhoz. Ugye a pergament az egy nagyon széles körben, nagyon-nagyon hosszú ideig használt anyag volt. Rengeteg régi nagy könyvtárban pergamentre írt kódexeket lehet ma is látni. A pergament az egy nagyon különlegesen elkészített állati bőr,
nagyon vékonyra van készítve, mind a két felére lehet írni. Miért Pergamentnek hívják? Valószínűleg azért, mert Pergamon városában találták ki, csinálták először. Anyagtudomány, itt bejönnek a kínaiak a képbe. Időszámítás előtt 200-zal, 105-tel, megint források mást-mást mondanak, szóval 105-ből van egy kínai császári dokumentum, ahol ő elismeri, hogy a papírra írt dokumentum, az hivatalos dokumentum, az érvényes dokumentum. Tehát innen lehet azt tudni, hogy akkor már volt papír. A papír az növényi örlemény, apróra őrölve, finomra őrölve, mártva, és ezt a kínaiak használták. Nagyon titokba tartották, senkit nem engedtek hozzá, de az első papírgyárat tulajdonképpen, ami papírt nagy tételben gyártott, azt Szamarkandban építették meg, mert akkor az Kínához tartozott. De Szamarkandot elfoglalták az arabok. Aztán foglyul ejtették a kínai papírkészítő mestereket is, és eltanulták a papírgyártást. Továbbfejlesztették természetesen, mert az mindig így történik, és néhány gyors évtized, évszázad alatt a papír elterjedt az egész Közel-Keleten, Dél-Kelet-Európában, az észak-afrikai arabok által uralt területeken keresztül eljut az Ibériai félszigetre, és tulajdonképpen ez a szerkezeti anyag, ez az anyag, amire írni lehet, ez teljesen elterjed az akkor ismert civilizált vagy művelt világban. És papírgyárak alakulnak egyik a másik után. És azt lehet mondani, hogy a papír feltalálása és Európában megjelenése között eltelik egy 500-700 év, és hurrá, van egy nagy mennyiségben gyártható, idézőjelben korlátlan mennyiségben rendelkezésre álló anyag, ami évről évre egyre szebb, egyre jobb, egyre jobban lehet rá írni, egyre többféle eszközzel lehet rá írni, sőt, lehet rá nyomtatni. És akkor itt most ugrunk egyet, és eljutunk oda, hogy jön Gutenberg. És ugye ő annyit tesz a történethez hozzá, hogy betűnként tudja összerakni a szöveget, és tulajdonképpen egy mennyiségi, robbanásszerű fejlődést indít el a nyomtatás a betű használatban. Ez körülbelül ahhoz lehet hasonlítani, ahogy a Ford megteremtette a szalaggyártásnak a kultúráját, Gutenberg megteremtette a nyomtatás kultúráját, a sokszorosított írás kultúráját megteremtette. Ezzel együtt persze változott a betűkészlet, és a latin betűkészlet az körülbelül 20-26 betű között van, nyelvtől, nyelvjárástól függően. Tehát összesen csak
20-26 féle formát kell kialakítani, és akkor lehet nyomtatni. Innen elindul a könyvművészet. Ugye a kódex másolás is egy könyvművészet volt, de az nagyon egyénhez volt kötve, hogy az a másoló milyen szépen tudott rajzolni, meg stb. Itt egy tömeges könyvművészet alakul ki. Nyomdák százaira alakulnak egymás után, és kialakul a könyvnek a szerkezete is, hogy hány sor, milyen széles sorok, milyen formátumok vannak, és elindul egy, hát azt nem mondom, hogy szabványosodás, de egy olyan kicsit olyan, igen, lehet ez, csak nem voltak leírva ezek szabványnak, de például 42 soros Biblia. És akkor a Bibliát azt általában 42 sorosan nyomtatták. Gutenberg ugye Mainzba indította el ezt az írás nyomtatás betűforradalmat tulajdonképpen. Érdekes, Mainz egy jó hely. Most az egyik COVID-oltás, illetve COVID vakcina is Mainzből indul, ez a BioNTech nevű cégtől. Az is Mainz. Ott úgy látszik, ilyen nagy lökések vannak. Mit érdemes még erről a könyvről mondani? Azt, hogy amikor a nyomtatás iparszerűvé vált, akkor tulajdonképpen egy nyomdaipar alakult ki, de a nyomdaipar csak akkor tud kialakulni, hogyha van olvasó közönség. Ez azt jelenti, hogy Európában, Kis-Ázsiában és még a világ sok részén nagyon sok, relatíve sok ember olvasott, könyvet gyűjtött, megjelennek a könyvtárak, ami tulajdonképpen a köz számára is hozzáférhető. És ezzel tulajdonképpen eljutottunk oda, hogy már csak technikai finomítások azok, hogy most hány újságot tud egy éjszaka alatt nyomtatni egy nyomda, és hány könyvet tud nyomtatni, milyen kapacitásra, milyen pontossággal, milyen szépek, milyen élesek a betűk, és így tovább. És most ott állunk, hogy egy ilyen számítógép képernyője előtt vagyunk, és akkor felcsapjuk a Word, a MS Office Word-öt, és ott válogathatunk a legkülönbözőbb betűtípusok között, és írogathatunk egymásnak. Aztán elkezdünk SMS-ezni egymásnak, ott is válogathatunk a különböző betűtípusok között, és ijesztő módon megjelenik, nem is ijesztő módon, de hogy ijesztő, csak úgy elgondolkozható módon megjelenik a képírás. Ugye, amikor küldünk egy smiley, aztán egy morcos smiley-t, aztán egy sírós smiley-t, aztán valamilyen más ilyen képet, és kapok egy SMS-t, és van rajta három ilyen kép, és pontosan tudom, hogy mit akart írni az illető. Annélkül, hogy egyetlen betűt leírt volna. Elgondolkoztató, hogy hát most akkor mi van? Megyünk vissza, kezdjük előről, hova fejlődünk, és hogy a csippek azok az információ tárolásra, mint külső memória, időtállóak, legalább olyan időtállóak, mint az agyaktáblák? Nem tudom. Köszönöm szépen. Én nekem, amikor ezt a könyvet elolvastam, ilyen kusza gondolatok jutottak eszembe. Elnézést, hogyha esetleg ezzel bárkit untattam volna. De én itt látom, hogy hányan vannak jelen. Ha untattak, nem mentek el. Ha untatott volna, akkor kiléptek volna.
Igen, tehát ezt kell mondani, hogy nem mentek Ebben el. nagyon Tehát szép. akkor köszönöm szépen a figyelmet, és kérdésekre kellő szerénységgel és korlátozottan megpróbálok válaszolni, ha tudok. Nagyon-nagyon-nagyon köszönöm. Én közben úgy éreztem, mintha elolvastam volna ezt a könyvet, bár ott a közepe az ugye felhívás volt keringőre, mert azok is nagyon érdekesek, hogy az egyes betű típusok azok, vagy betűfajták hogyan alakultak ki, ezeknek mindnek valami kultúrtörténete van. Bíztatom a hallgatókat, hogy a chat funkció használatával nyugodtan tegyenek föl kérdéseket. Én nekem rögtön van kettő. A beszélgetés során úgy eszembe ütlött, hogy tudnál-e esetleg egy kicsit többet mondani arról? Ugye említetted, hogy a birodalmak határai tulajdonképpen, és a birodalmat széles értelemben veszem, mert tudom én, birodalom, az orosz birodalom is a maga idejében, amelyik több földrésznyi birodalom volt, meg birodalom volt tulajdonképpen a kis Hollandiának a gyarmatbirodalma is. Tehát itt nem annyira a méret, mint inkább a kompaktsága az, ami a birodalom határait meghatározta, vagy a birodalmiságot meghatározta. Arra vonatkozóan van-e valami utalás a könyvben, hogy ezeknek a birodalmaknak az innováció képessége, vagy mondjuk a fejlődés iránti nyitottság az összefüggésben van-e, vagy korrelációban van-e a írástudás társadalmi mélységével? Tehát, hogy minél szélesebb réteg, ugye mai eszünkkel azt gondoljuk, hogy minél szélesebb társadalmi rétegek tudtak írni, olvasni, az adott társadalom annál inkább fejlődőképesebb és innovatívabb volt. De nem biztos, hogy ez így van. Van-e erre vonatkozóan valami a könyvben? De facto nincsen. Tehát úgy tétel szerint megfogalmazva, vagy direkt ráutalással ezzel a témakörrel a könyv nem foglalkozik. Ez csak úgy ki lehet következtetni, hogy nyilvánvaló egy fejlett írásrendszerrel bíró közösség, és akkor most ne használjuk a birodalom szót, hanem egy közösség, ami lehet akár kicsi vagy nagy, az nyilván mobilisabb, könnyebben cserél információt, könnyebben gazdálkodik az információval, mint az, akiknek gérebb az írásbelisége. Még egy érdekes dolog, ami viszont benne van a könyvben, és arról elfelejtettem egyetlen szót is mondani, hogy a héber írás és az arab írások is a magánhangzókat nagyon gyéren használják. Időközönként nem is használják. Az arab írásban csak pontokkal, meg ilyen kis pici jelekkel utalnak rá, hogy ott kéne lenni egy magánhangzónak, hogy sok, tehát hogy nagyon régen is voltak olyan írások, amik mással hangzók halmaza volt, és csak jól kellett tudni a nyelvet, hogy ki tud találni, hogy mi van ott. Érdekes módon a mai kultúránk és az angol nyelvre alapozott kultúránk meg sodródik afelé, hogy elkezdik kihagyni a magánhangzókat. És akkor talált ki, hogy mit jelentene az a szó. Ez egy érdekes folyamat. Van itt. Van egy András nevű
nézőnk kérdezi, hogy ahhoz, hogy írni tudjunk, szükségünk van kézre, a kéz és a központi rendszer kapcsolatára, valamint arra, hogy képesek legyünk olvasni, aminek szintén megvan a maga fejlődés története, például Katona Ferenc a kéz kultúrtörténete. Tehát akkor rosszul mondtam, ahhoz, hogy írni tudjunk, ahhoz szükségünk van a kézre és a központi idegrendszer kapcsolatára. Tehát a kérdés tehát az, hogy erre vonatkozóan, tehát a dolog biológiájára, az ember biológiájára vonatkozóan, vagy az anatómiájára vonatkozóan, tehát az írás és anatómia, van-e valami utalás a könyvben, vagy fejezet? Nincs. Nincs. Megint csak következtetni lehet arra, abba, hogy valami szerepe van, mert hisz a kiválasztott anyagok és a betűtípusok azok úgy jöttek össze, hogy könnyen legyen írható. Idáig megy el ez a könyv. Ennél mélyebben ezzel a kérdéssel ez a könyv nem foglalkozik. Világos. De hát az rengeteg, biztos könyvtárnyi irodalma van annak, hogy mitől diszlexiás valaki, mitől nem tud megtanulni írni, mitől nehezen olvas, mitől könnyen olvas, mitől könnyen ír, miért téveszti el egy életen át a pontos jét, meg az elipszilont valaki. Ez idegrendszeri dolog, ennek biztos, hogy könyvtárnyi irodalma van, én ebből most nem vagyok felkészülve. Világos. Akkor én tovább kérdeznék, hogy arra vonatkozóan még mindig így a kultúrák, mert ugye ugyan a birodalmi határok is írás határok mentén alakultak ki, vagy fordítva, az írások a birodalmak mentén, a birodalmi határok mentén alakultak ki, de nyilván a kultúrák megteremtődésében és virágzásában is rendkívül jelentős szerepe lehet az írásnak. A kérdés az az, hogy a különböző írásfajták és a társadalmi innováció képessége az tárgyalva van-e a könyvben. Talán egy kicsit pontosítanám a kérdést. Úgy tűnik, hogy a mai életünk kényelmességét és minél nagyobb élvezhetőségét eredményező felfedezések, innovációk többsége valahogy, mintha a latin írást író kultúrkörökből származna. Mondjuk megnézzük a Nobel-díjasoknak a összességét, akkor akár a természettudományos eredményeket nézzük, akár mondjuk az irodalmi eredményeket nézzük, persze ezekben van egy adag szubjektív elem is, akkor azt látjuk, hogy ezek az innovációk többségében olyan kultúrkörökből származnak, ahol a általunk használt latin betűt használják, és az arab számokat használják. Mondjuk úgy, hogy az európai kultúrából eredeznek. És hatalmas embertömegek írása az más fajta írásokat használ, vagy másfajta írást használ, és onnan ezekből a kultúrákból a életünket megkönnyítő innovációk számossága
az szignifikánsan kisebbnek tűnik, legalábbis nekem, mint az európai kultúrkörből származó innováció. Van ennek valami köze ahhoz a átviteltechnikához, azaz íráshoz, amit ez a kultúrkör használ? Hát, most föltettél nekem kérdést. Azt hiszem, hogy egy életművet lehet arra rászánni, hogy ezt az ember precízen, becsülettel végig kutassa, hogy, hogy az innovációra milyen hatással van az írás, ilyen, olyan, amolyan. Nem tudom, a modern innovációra, tehát ami most az utóbbi 70 évet illeti, vagy 150-et most az ipari forradalomtól nézett, akkor igen, igaz az, hogy úgy tűnik, mintha a latinbetűs világ az most vezető lenne. De akkor csak az írásnál a papír mégis egy képírásos környezetből került elő. A mókus farok ecsetet, meg a nyúlszőr ecsetet, azt is az íráshoz találták ki, és szintén a kínaiak. És a mókus farok ecsetet, meg a nyúlszőr ecsetet ma is használják a porcelángyárakba, és fantasztikus, gyönyörű és finom mintákat lehet egy nyúlszőr ecsettel festeni. Na most ez egy olyan innováció, ami a mai kényelmünket, tehát a gurulós székemet, a kényelmes automat, az automata fűtést a házba, ezt a szuper zoomot, meg ilyesmit, ezt latinbetűs környezetbe hozták létre, ezt én nem tudom, ez spekuláció. Egy másik András nevű hallgatónk kérdezi, vagy mondja, hogy a betűírás egyszerűbb, mint az egyéb szimbólumokkal való írás. Ennek alapján elképzelhető volna, hogy a betűírás szinte egyeduralkodó lesz, mint a számok esetében az arab számok. Nem tudom, hogy szabad-e jósolni, nem tudom. Persze, hát hogy ne? Hát igen, ez abszolút logikus, hogy hát ez egyszerű. De ha az ember nagyon mélyen belemegy a dologba, és a könyvben úgy ki vannak rajzolva a dolgok, hogy az arab írást nézed, az is elég egyszerű, csak nem fogalmunk nincs róla, hogy mi mit jelent benne, és egy ilyen kacskaringós hullámvonalnak tűnik. A képírás vagy szótagírás, a kínai, japán meg hasonló írások, azok bonyolultak, de valahol olvastam egyszer, hogy egy művelt újságolvasó kínai az 7-8 ezer írásjelet kell, hogy ismerjen ahhoz, hogy mindent megértsen, ami le van írva. Na most, ha ebbe gondolsz bele, hogy valakinek meg kell tanulni ennyi valamilyen jelet, azért az rendes barázdákat reszel a szürke állományába. Aztán, hogy ezt mire lehet használni, azt nem tudom. Ehhez azért hadd tegyem hozzá, volt nekem egy kedves kollégám, aki Moszkvában járt egyetemre, és természettudományokat tanult, de valami aberrációja volt, és fejébe vette, hogy elmegy kínait tanulni. És ott hát a Lomonoszov Egyetem mellett eljárt ilyen kurzusokra, és azt mondja, hogy pár hét alatt megtanult kínaiul olvasni, mert megtanulta a logikáját a jelek képzésének. Tehát ezek a jelek valamiféle fogalmat, nem is csak szótagokat, hanem sokszor egész szavakat vagy fogalmakat jelölnek. És azt mondja, hogy ha az ember a logikát megtanulta, hogy azt hogy képzik, akkor a visszafejtést azt nagyon gyorsan meg lehetett tanulni.
Hát még nagyon sok kérdés lenne, itten úgy látom, hogy a társaság az elégedetten hátradőlt a karosszékben. Jóska, nagyon szeretném megköszönni, hogy így vállaltad a könyv ismertetését. Nem nagyon lepett meg őszintén szólva, hogy elvállaltad, mert ez szívedhez nagyon közel álló téma, és jól beleástad magad. Mindenkit biztatok, hogy a könyvet vegye kézbe, elérhető, beszerezhető, mert egy érdekes olvasmány. Köszönjük az érdeklődést, mindenkinek további kellemes estét, és jó egészségben eltöltendő hosszú hónapokat, éveket, évtizedeket kívánunk. Mindenkinek minden jót, viszont hallásra! Köszönöm szépen, viszont hallásra!